Sziasztok! A mai videóban karácsonyi ajándékokat fogunk csomagolni, illetve ez egy ilyen ajándéktippes videó is lesz egyben, ugyanis kaptam 3 szuper karácsonyi ajándékcsomagot az Unilevertől, mert hogy ezt a videót ők támogatják, amit ezúton is nagyon szépen köszönök nekik. Szóval, hogyha kíváncsiak vagytok ezekre a csomagokra, illetve hogy milyen csomagolást készítek nekik, akkor mindenképpen tartsatok velem. Szóval 3 ajándékcsomagunk van, az egyik az egy Baba limitált kiadás ajándékcsomag, a másik egy DAV limitált karácsonyi ajándékcsomag, a harmadik pedig egy Axe Dark Temptation Premium Collection ajándékcsomag, csak hogy a férfiak sem maradjanak ki. Én azért szeretek ilyen kozmetikai ajándékcsomagokat adni, illetve kapni is, mert hogy tusfürdőt, dezodort, testápolót, ilyesmiket mindenki használ, szóval ezekkel szerintem nem nagyon lehet mellélőni. Ráadásul tök jó kis szettek vannak, ugye van, amiben kevesebb termék van, van, amiben több, van olyan, amihez van valami kis extra ajándék is, például neszeszer, vagy valami extra dolog is, mint például ebben az Axe ajándékcsomagban. Úgyhogy szerintem mindenki megtalálhatja az ajándékozott ízlésének, illetve a saját pénztárcájának megfelelő kozmetikai ajándékcsomagot. A másik dolog, amit nagyon szeretek ezekben a csomagokban, hogy gyakorlatilag bárhol meg lehet őket vásárolni, tehát drogériákban, Müller, DM, Rossmann, illetve nagyobb hipermarketekben is. Szóval, hogyha esetleg valakinek last minute kell ajándékot vadásznotok, akkor egy ilyen csomagot gyakorlatilag még az utolsó pillanatban is könnyedén beszerezhettek. Na de akkor nézzük egyesével is a csomagokat, illetve el is kezdem őket becsomagolni, és a kedvencemmel kezdeném, ami nem más, mint ez a DAV limitált ajándékcsomag. Imádom a DAV termékeket, aki régebb óta követ, annak ez valószínűleg nem újdonság, úgyhogy ezt a csomagot én magam is nagyon szívesen elfogadnám. Ennek egy nagyon cuki csomagolást találtam ki, natúrpapírral fogom becsomagolni, rajzolni fogok rá egy autót, és a tetejére rá fogok kötni egy ilyen kis mini műfenyőt, szóval olyan lesz a csomag, mint hogyha egy autó cipelne egy műfenyőt. Az a helyzet, hogy nem csomagolok túlzottan szépen, viszont rengeteg Celluxot használok. És most jön az igazi kihívás számomra, ugyanis rajzolni fogok ide egy autót, és eléggé bénán rajzolok, de hát ettől lesz egyedi ez a csomagolás. És íme elkészült a mestermű, írjátok majd meg kommentben, hogy hányast adnátok erre a rajzra. És akkor itt van a kis műfenyőnk, amit ezzel a piros kötözővel rá fogok kötni az ajándékcsomagra, és akkor olyan lesz, mintha az autó szállítaná a fenyőfát. Elkészült az első ajándékunk. Nekem nagyon tetszik ez a csomagolás, és tök egyszerű volt megcsinálni. Most már csak azt kell majd kitalálnom, hogy ki kapja ezt a meglepetést. A következő legyen ez az Axe Dark Temptation Premium Collection ajándékcsomag, amiben van egy Axe Dark Temptation tusfürdő, illetve egy Axe Dark Temptation dezodor, és pluszban egy ilyen kis hordozható hangszóró, amit egyébként tök szívesen kivennék és megnéznék, viszont ezt a csomagot a sógoromnak, a férjem öcsének fogom ajándékozni, úgyhogy emiatt nem szeretném kivontani. Ennek egy ilyen nagyon pasis és elegáns csomagolást találtam ki, ugyanis ennek egy sál lesz a csomagoló anyaga, és a masni az pedig egy csokornyakkendő lesz. Én megpróbálom majd úgy becsomagolni ebbe a sálba, hogy ne kelljen szétvágnom, illetve ragasztanom, és akkor akár a sálat is használhatja majd az ajándékozott. De ha nektek esetleg van régebbi sálatok, vagy pulóveretek, amit tudtok használni erre a célra, akkor azt nyugodtan vágjátok szét és ragasztózzátok össze. Úgy csinálom, hogy itt a tetején összefogom és összekötöm, itt az oldalát pedig majd letűzöm. És akkor jöhet a masni, ami nem más, mint ez a szép kis csokornyakkendő, és ez állítható, ami ugye azért jó, mert ez is majd egy picit összefogja és a helyén tartja a sálat. És íme így néz ki a második ajándékunk, kicsit más, mint a megszokott, de nagyon egyszerűen elkészült ez is.
Úgyhogy hát nekem ez is nagyon tetszik, és remélem, hogy örülni fog neki a sógorom. Végül, de nem utolsó sorban, itt van ez a Baba limitált kiadás karácsonyi ajándékcsomag, amiben egy kamilla és méz krémtusfürdő, illetve egy kamillás nyugtató testápoló van. Ennek egyébként már önmagában is nagyon szép a csomagolása ezekkel az aranybőtyökkel, meg itt a tetején van egy szaténmasni, illetve ide az oldalára rá lehet írni, hogy ki ajándékozza kinek, de én ezt is be fogom csomagolni, és ennek egy nagyon színes és vidám csomagolást találtam ki, zöld csomagolópapírral, illetve egy ilyen színes nyalókával. Amúgy fun fact, képzeljétek el, hogy nálunk a férjem az, aki nagy babatusfürdő rajongó, mert hogy ő nem szereti az ilyen nagyon pasis, nagyon markáns illatú tusfürdőket, úgyhogy ő babatusfürdőt szokott használni, és a kedvence egyébként a mentás, szóval nálunk szinte mindig van itthon babatusfürdő. De ezt a csomagot most mégsem neki fogom adni, már csak azért sem, mert a csomagolás az eléggé csajos lesz. Szerintem ezt valamelyik barátnőmnek fogom ajándékozni. Becsomagoltam a zöld csomagoló papírral ezt a baba ajándékcsomagot, úgyhogy most átkötöm egy ilyen ezüst kötözővel, és akkor majd ide fogom ráragasztani a nyalókát, amit ragasztópisztolyjal fogok ráragasztani, mert hát ennek van súlya. Sajnos ezt a nyalókát már nem fogja tudni megenni az, akinek ajándékozom. Ezzel is készültem az ajándékcsomagolással, nekem nagyon tetszik mindhárom, szerintem nagyon jól fognak mutatni a falat, és bízom benne, hogy a benne lévő dolgoknak is nagyon örülnek majd az ajándékozottak. Remélem, hogy sikerült egy pár jó pofa ajándékcsomagolási, illetve ajándéktippet adnom nektek. Hogyha igen, és tetszett ez a videó, akkor nagyon örülnék neki, hogyha nyomnátok egy lájkot, illetve kommenteljetek, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha esetleg eddig még nem tettétek meg. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!